Üdvözlök minden kedves nézőt, ez itt az igazi dopment TV Doperatív című műsora. Ben a törzsfeje, feje, Laci király. Kérek mindenkit, hogy iratkozom fel az igazi dopment TV YouTube csatornájára. Lájkolja, diszlájkolja, illetve kommentelje annak a tartalmait, ízlése vagy ízléstelensége szerint, de mindenféleképpen ossza meg őket és nyomja rá a kis harangra. Aki a Facebookon követ, az nyomjon rá a subscribe gombra, kövessetek be az Instagramon, mert ott szép vagyok és filteres. Fönn vagyok a Redditen, a Twitteren, a TikTokon, van egy különbejáratú Dopefiber mafiám, és támogathatsz is a www.patreon.com per az igazi Dopman TV oldalon, ahol gyűlik a pénz, de még nem nyúltam hozzá, hogy mire fordítom, valószínűleg jótékonyságra, Két alapítvány támogat az igazi Dopment TV, az egyik a halmozottan súlyos fogyatékkal élő gyerekeket, nevelő szülők által működtetett gondoskodás gyermekeinkért alapítvány, a másik pedig az évente 80 ezer éhes gyerek szájat megetető gyermekétkeztetési alapítvány. Őket külön is támogathatjátok, nem csak rajtunk keresztül tehát nyugodtan nézzetek utánuk az interneten, és hogyha van rá, akkor adjatok, mert adni jó. És tény, hogy ezáltal mérhetetlen sok érdemet szereztek a Buddha, Jézus, Mohamed, Mózes és az összes többi proféta és tanító tanítása szerint is, de elsősorban tegyétek ezt a nagy erénynek a hatására. Na, mit akartam még mondani? Támogathatsz egyébként úgy is, hogyha most élőben nézed ezt az adást a Youtube-on, akkor szupercsetet küldesz. Kim van az új dalunk, a címe az Oltás. Két arc és dopmen, dopmen és két arc, az Oltás. És most elkapott a zenélhetnék, úgyhogy Pityinger kicsi doppet is visszatért a stúdióba, és elkezdtünk újra alapokat csinálni, úgyhogy csinálunk egy lemezt. Most már nem fogom kidobálni a dalokat öt percenként, meg kell várni, amíg elkészül. Hogy meglegyen az a katartikus pillanat, amikor hogy meghallgatjátok, és utána rögtön elfelejtitek, mert nagyjából mostában már ennyit ér a zenei sztori. A mai témánk az pedig tulajdonképpen közéleti lesz, a héten valószínűleg az utolsó, ha csak nem történik megint valami furcsaság, vagy olyan dolog, amivel foglalkozni kéne. Ez lett volna a tegnapi téma is, csak a Szijjártó Péternek, meg a Majoros Péternek a közös képe elvitte a fantáziámat, és ezért tegnap egy velük kapcsolatos videó született. Annyit fűznék még ehhez a témahoz, ami majd fölmerült bennem, hogy óriási, hogy az újság cikkekbe arról szólt a fáma, hogy bement a majka egyeztetni a Szijjártó Péterrel, hogy hogyan segíthetne a kormány a zeneiparon. Na most én nem tudom, hogy mióta a külügyminiszternek a dolga a zeneiparon való segítés. De imádom, nagyon nagy tanár. Tehát még ebből a bűnbocsánatból is próbálja kihozni magát, úgyhogy bementem egyeztetni a külügyminiszterrel a zeneiparról. Meg van egy külügyminiszter, meg zeneipar? nagyon. Király, esküszöm. Na, a másik, amit még itt kértek tőlem, hogy a Fekete Győr Andrásnak a partizános interjújáról beszéljek. Hát, srácok, megmondom őszintén, Beszélhetnék róla, de én nem akarom megbántani, mint ahogy egyébként senkit sem. Tehát maradjunk annyiban, hogy a fekete győr András még nem áll azon a szinten, eszköztárát illetően, hogy professzionális politikusokkal versenybe szálljon. Hmm, tulajdonképpen az elvek, az eszmék és mindenféle olyan bilincs, Feloldozásában, illetve eldobásában már ugyanolyan profi, mint bármelyik másik politikus, de valljuk be őszintén, hogy még nincs azon a szinten, hogy versenybe szálljon komoly emberekkel. Úgyhogy ezt mutatta meg ez az interjú, de jól halad. Tehát egy idő múlva, hogyha így halad, ügyesen tanul, sokat fejlődik, akkor legalább annyira tulajdonképpen hibás karmát gyártó lehet majd, mint az összes többi politikus. Kömen hát a politikusi pálya, szóval legyen bennetek együttérzés, tudom, sokan haragszotok a politikusokra, Orbán Viktorra, Gyurcsányra, meg az összes többire, mert nagyon látványos a fonákjuk, és uh, tulajdonképpen ugye, hát látszik, hogy mennyire esendő emberek, mondjuk így, de nagyon kemény karma a politikusé. Tehát ahogy jön a pénz, jön a kapcsolati háló, növekednek a cégbirodalmak, stb., az offshore számlák, és gyerekek, az akkora feszültség. Ez kurva szar lehet, tehát azt hiszitek, hogy ezeknek milyen jó. De ezek igazából ugyan fogságba levő emberek, akiket fogjul ejtett az a pálya, mint játszanak, és egyre jobban belekeverik magukat, és egyre vastagabb kötelet fognak a saját nyakuk köré, mondjuk így, és akkor valamilyen pillanatban, ilyen vagy olyan módon, ez ugye tulajdonképpen egy faágán fog lógni. Most ez nem feltétlenül úgy szó, hogy fölakasztják őket, vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen lelkileg, fizikálisan fölemészti ezeket az embereket, ez az életforma, tehát legyen bennünk együttérzés a politikusokkal szemben is, ők is szenvedő és érző lények, csak az ő vágyaik azok mondjuk másba fogalmazódnak meg, mint egy kőbányai dizájnert drogosé. Ennyi a történet. De ugyanolyan vágyaknak a fogjai, ugyanolyan passziókat üldöznek, és ugyanolyan esendők és érzések vannak, tehát az nagyon kemény karma, és hogyha megnézitek, a külsőben nagyon megmutatkozik, hogy sok ilyen helyes kislányka, aki belekerült például a politikába, ahogy telnek az évek, és focizik ebbe a játékba, és kavarog ebbe az egész pokol kavarásba, hogy hogy változik meg a külsejük. Tehát ezért például, hogyha megnézitek, az Orbán ezért nagyon kemény, meg a Gyurcsány is, mert ezek gyerekek már x éve ezt nyomják, a legtetején állnak a játéknak, képzeljétek el milyen nyomás van, és még mindig bírják, érted? Na, szóval az együttérzés velük szemben is gyakorolni kell. Akkor is, hogy ez nehéz, de, de valljuk be őszintén, hogy nekik is jár. De a mai témánk tulajdonképpen, akkor ezt most el is engedném a Fekete Győrt, meg egyáltalán a tegnapi Majka videót is, Na most az van, hogy viszont építik ezt a kínai egyetemet, tudjátok. Tehát, hogy a Sorosnak a Ceúját azt elküldték innen, vagy hát ellehetetlenítették, vagy fene tudja, mit csináltak vele. Central European University, és ő most így elment, de visszajöhetne, de ma nem akar visszajönni, pedig jöhetne, de nem akar. <laughs> ő már nem bízik, tudjátok. És most jön ide ez a kínai egyetem, ami állítólag nagyon sokba fog kerülni, meg ö, úgy készül, hogy ez Magyarországnak nem lesz jó, de mégis Magyarország fogja fizetni valamilyen oknál fogva, és hát most az ellenzéki térfélen megy a teljes őrület, hogy hú, hát ide jön ez a kínai egyetem, és ez hogy lehet is, hogy a kommunista pártnak fogja az áramvonalát, illetve az irányzatát, meg a, a világképét csugározni Magyarországon, és akkor most a Fidesz visszahoz a kommunistákat, meg ami a legnagyobb, amit főztak, hogy kémképzés lesz, kémképzés, és hogy hú, de, de olyan emberek, mint a Konok Péter is elmondják, hogy ez az egyetem, tehát ezt csak tőlük hallottam, ez a világnak a 34. legjobb egyeteme, különben. Tehát a 34. ami azt jelenti, hogy ez elég magas a rangsorolt egyetem, de ami a lényege, hogy ugye, hogy a kémképzés, meg a kommunisták, meg stb. És megint megy ez a hangolás, meg hörgés, de közben, hogyha utána néznek az emberek, akkor rájönnek arra, hogy ennek a kínai egyetemnek mindenhol vannak tulajdonképpen kapcsolatai a nyugati egyetemekkel, és tulajdonképpen nagyon sok nyugati országban, nyugat-európában vannak tanszékei. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor például az orosz barátsága vádolják a mostani kormányt, és hogy hát az Orbán keresztbe fekszik a Putyinak, meg ő a Putyin pincsie, meg stb. És akkor ezt nyomják például a gyurcsányék És hogyha visszanézel, mit tudom én, egy évek közötti videót, akkor látod, hogy a Dobrev Kára, meg a gyurcsány Ferenc fogadják az otthonukba a Putyint, érted? Na most, tehát ezért mondom, hogy ez politika, ez, ez más rossz, ez nem erről szó, de ami a lényeg, hogy ez a világ egyik legjobb egyeteme, aminek rengeteg nyugati országa vannak kapcsolatai, és rengeteg helyen vannak neki tanszékei, de ezt már mondtam, és ugye, hogy a kém, hogy mondják, hogy a kémeket itt fogják képezni. Na most egy kérdésem van, de tényleg ez a kémkedéssel kapcsolatban. Hadd legyek én kémkedő helyett kétkedő, de frankon, tehát kétkedem a kémkedem helyett, tehát a kémkedéssel kapcsolatban van bennem kétkedés, tehát őszintén kérdezem, a mobiltelefonok korszakában, a szuper hackereknek a tulajdonképpen évszázadában, a modern informatika világában, tehát szerintetek ahhoz, hogy valaki kémkedjen, egyetemet kell valahol alapítani? Tehát szükség van ilyesmire, gondoljátok, egyáltalán ez a kémkedés, mint olyan. Tehát komolyan még valaki abban él, hogy az van, ami a 1960-as években, a James Bond című filmben, hogy ilyen kémek így szaladgálnak és lövöldözik egymást az utcán, meg így. Üldözik egymást, és akkor a titkos információkat kiszedjük ki. Ide jövünk Magyarországról, így csinálunk milliárdokért egy egyetemet, és akkor uh, majd itt kiképezzük a kémeket, és Magyarország titkait megszerezzük. Erre készülünk. kínai kínaiak, értitek, akik már birtokolják a félús befektetése, a félvilágot, azok azért építenek ide egyetemet, hogy itt kiképezzék a kémeiket, amivel ma Nyugatországon, Nyugat-Európában ők kémkedni fognak. Jézus Mária! Tehát én miért kell? És ez a baj, ez az ellenzékkel, esküszöm. Tehát ugyanúgy, mint a vakcinával, tehát okosan maradtál volna, ha nem szóltál volna, mert amit mondanak, mindenbe beleégnek, beégnek vele. Ha elkezdték az orosz vakcinát fikázni, a kínait, égés lett a vége. Mindenek mindig bármibe belekezdenek, beégnek. Tehát, miért kell ilyet mondani, hogy azért csinál egy Kína egy egyetemet, hogy itt a kommunizmus terjessze Magyarországon, és kémkedjen Nyugat-Európa után Kína. A Kína, aki az összes mobiltelefont, iPhone-tól kezdve Samsungig mindent az a, ugye, melyik az a másik, az a saját telefonjuk, az 5 g mit tudom én, az összes cipőt, ruhát, mindent ők gyártanak. Az ég a világon, és minden országban befektetésék vannak, és óriási pénzekkel vannak a világ összes országában ott. Tehát nekik Budapesten kell egy kínai egyetem ahhoz, hogy ők kémkedni tudják a világ után. Még kell ilyet mondani. Tehát komolyan mondom, én, tényleg, tehát ez a fekete győr interjú is mutatja, hogy olyan szintre süllyed az meg ez a politika, meg ez a politikai elit, tehát olyan mély szinte van, aki ilyeneket beszél, gyerekek, nem szabad annak a kezébe egy országot adni. Tehát lehet ez a kínai egyetemmel kapcsolatban kérdéseket megfogalmazni, hogy miért kerül ennyibe, miért így van, miért úgy van, miért amúgy van, de hogy nem kémkedni jönnek, az tuti fix buzz, meg. Esküszöm. Tehát ki az, aki ezt komolyan kimeri mondja hogy itt jönnek, és akkor majd nézelődnek a kínai tanárok, és akkor, ó, ez, na ez jó kém lenne ez a szőke Andrá ott, az, azt gyertek képezzük ki, és akkor majd megtudja a titkokat. Tehát most, ami, milyen titok? Kinek van titka egyáltalán? Tehát ez az 5G is. De kinek van itt a világon bármiféle titka, mikor a Facebook az összes információnknak a birtokában van, az Instagram az összes információnknak a birtokában van. 26 helyre van minden ember beregisztrálva minimum, ahova mindent megad magáról. Hát a tinderem még azt is megmondja, hogy mekkora a csöcse, van-e segimplantátuma, milyen hosszú a vaginája, a hüveje vagy a farka. Azt is megmondjuk, hogy mit eszünk, mit fogyasztunk, mit vásárolunk, minden információt tudnak rólunk, mindenki tud mindenről, nincs is titok. Semmiféle. Nincs titok. És arról nem beszélve, hogy a világ összes országa egyébként, teljes összefonódásban van egymással, és mindenki tud mindenről. És amikor azt mondják, hogy az Orbán putinnak a pincséje, az London, Anglia, az oroszok például iszonyú pénzekkel vannak jelen Angliába, üzletemberként. Iszonyú pénzekkel vannak ők is jelen mindenhol, egész Európa szerte. Tehát ezt nem szabad ilyeneket ez, ez így lehet ezzel vadítani embereket, meg lehet ezzel itt uh, keverni a hangulatot, hogy mi van, de az, ez, ez igen, ilyen hülyeség. Tehát ez a tényleg a hülyéket lehet megetetni. Kémke, jön a kémképző. Húha, milyen kémképző. Én egyébként szeretnék járni erre a kínai egyetemre, mert a ilyen elit, én megpróbálok felvételézni valami szakra mert nekem kajak egyébként bejön. Amúgy is imádom a kínaiakat, imádom a csant, az embuthizmust, és imádom a konyhájukat. Tehát azt én, azt nézzétek meg az oldalmat, Steel fried ban nagyon nagy vagyok, tehát kínai konyhaszakon szeretnék indulni, és kínaiul meg is tanulnék. Mandarinul, vagy kantoniul. Tehát bármelyik nyelve, engem például kurvára érdekel, és biztos, hogy marha jó egyetem. És akkor jön ez a kommunizmus is, hogy, hogy a Kína a kommunizmus, meg stb. De most ezt a kínai kommunizmust is, ezt egy kicsit helyére kéne tenni, mert Kína nem kommunizmus. Tehát lehet, hogy most ezt kommunizmusnak hívják, meg egy kommunista párt van az élén, de ez, ez a Kína, ez nem egy kommunista állam. Most attól függetlenül, hogy vannak bizonyos rétegek, meg népcsoportok, akikkel ők átkozottú bánnak, mindenhol van ilyen egyébként, tehát a legnagyobb demokrata országok is tudnak átkozottú bánni népcsoportokkal, például Amerikában a feketéket gettóba zárják, meg a mexikóiakat is, de az a lényeg, hogy ettől függetlenül Kína egy császárság. És mindig is egy császárság volt, és a császárság az hol ilyen nevet kap, hol olyan nevet kap. És ami pedig a legfontosabb, hogy az ő vele való kapcsolatteremtés, illetve üzletelés, meg egyetem alapítás, ez nem más, mint szintiszta üzlet. És hát észre kell venni sajnos, hogy Eleinte mosolyogtunk ezen a keleti nyitáson, de meg kell mondanom Frankot, hogy nagyon lehet látni, és nagyon érződik, nézzétek meg a Fehér Tigris című filmet, nagyon jól mondja benne az indiai kisgyerek, a nyugati fehér ember kora lejárt, lejárt lemez. Megölte a társadalmukat a kábítószer és az abálás, meg a gyógyszerek. Tehát ez az igazság, hogy el, puhosodtunk, és nem vagyunk versenyképesek, és a világnak tulajdonképpen az erő pont, az erőtér az áthelyeződik oda Kína felé, ami egyébként se volt gyenge, eddig se, tehát India, amellett, hogy nagyon izgalmas ország, mert egyszerre van jelen az őskor és a legmodernebb skifi, de Kína az pluszba nagyon kemény, tehát ezek sajnos oda megy most. Ez átrendeződik, majd aztán megy vissza nyugat fele, azt mi már nem érjük meg, de az az igazság, hogy most ezek jönnek. Tehát most már teljesen, figyeljetek, most is átvetnék a hatalmat, ha akarnák, csak a rakétáik még nem érik el az Amerikát, és ezért most éppen szigeteket építenek a tengeren be, a Amerika és Kína között. Tehát ez egy 2000 éves mesterterv, ami ezek tartják magukat, és sajnos nem szabad elfelejteni, hogy a kultúra bölcsője, az emberi kultúra bölcsője, India és Kína. És onnan jön nagyon sok minden, és ezek haladnak a kóra, és kezükbe van minden, és ez a keleti nyitás, ez nem olyan butaság, mint ahogy azt úgy mondták, tehát, hogy ez egy üzlet. Ez az egyetem egy kettő, ide jön egy jó egyetem, tanulhat mindenki sokféle dolgot, pluszba valóban lehet kapcsolatokat teremteni, üzleti kapcsolatot, munkát szerezni, és a és a Tehát ez nem hülyeség. Most én nem azt mondom, hogy ne legyen itt CEU, mert engem ez nem érdekel. Bár a CEU-ra úgy, hogy lehet mondani, hogy CIA, meg a Soros, vagy akármi, tök mindegy. Tehát a Sorost annyira szeretik, de a Soros is bedöntött egy-két országba gazdaságot, meg pénzt, meg az összehozta, vagy legalábbis részt vett a Brexitnek az összehozásába, meg dél-amerikai országokban is kavart, csinált, ő jó sok helyen, meg játszott a pénzekkel, tehát hogy nem tiszta lapok vannak itt, meg nem fekete, meg fehér a téma, itt érdekek vannak, és egész egyszerűen kormánynak figyelni kell, hogy hol van az erőtér. És nagyon szeretik a nyugatot fölmagasztani, de egyrészt aki járt Nyugat-Európába és töltött el időt, sőt Amerikába is, én nagyon sokat voltam ott, azért nem kolbászból van kerítés, és azok se a világ legigazságosabb rendszerei, tehát kár ilyeneket mondani. Tehát egyrészt ez egy üzlet. Üzlet, kapcsolatteremtés, stb. Lehet, hogy kicsit drága, hát ez van, ezt tudjuk, hogy a magyarok szeretik néha fölül árazni a dolgokat, de a másik pedig, amit én szeretnék elmondani nektek, és ez az Orbán Viktor miniszterelnök úrnak Megint a zsenialitását dicséri ez a kínai egyetem, mert igazából a miniszterelnök úr ezt az egészet azért hozta össze, hogy Magyarország ennek a koronavírus válságnak a totális győztese lehessen. És ezt most elmondom nektek ezt a titkot, mert nem vagtátok ti hogy miről szól ez a kínai egyetem igazából. Ez nem a kémkedésről szól. Ma arról szól, hogy Kína szeretné a kapcsolatokat még inkább erősíteni, azokkal, akikben van erre nyitottság, szeretne a világban jelen lenni, és hát ugye van itt ez a koronavírus helyzet, és hát tudjuk, hogy jönnek mindenféle mutánsok, brazil mutáns, indiai mutáns, mert minden, de hát tudjuk, meg most már több ország is kijelentett, hogy valahogy úgy szökött ez a vírusa wuhani laboratóriumokból, és hogy igazából a miniszterelnök úr, mert a mi miniszterelnökünk az egy nagyon nagy zseni, tehát ő győztese akar lenni ennek a koronavírus jelenségnek, és igazából azért van ez az egyetem, mert mi be akarjuk fejezni ezt a vírus támadást a harmadik hullámnál. És megbeszélték, hogyha megépítjük ezt az egyetemet, meg a Belgrádba tartó vasútvonalat, akkor a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik hullám az már el fogja kerülni Magyarországot. Mert ugye Kínából jött a vírus, tehát hogy így Kínából eresztették a vírus, tudjátok. Kínában már nincs különben járvány, tehát az felejtsétek el, sehol semmi. Na szóval így elindult Európa felé a vírus, és hát ugye áthaladt az egész nyugati kultúrán, és igazából Kínát nyerő pozícióba tette, tehát érdemes Kínába jóba lenni, mert nézzétek meg, hogy ki jött ki nyertesként az egész világválságból. Kína. Tehát most kivel akarsz jóba lenni? Azzal, aki még most is bénázik, meg nyit, zár, nyit, zár, meg keménykedik, meg elnyomja a saját maga által hozsanázott emberi jogokat, meg humanitás, meg demokráciát, meg demokráciának hazudozza a bezárást, meg az elnyomást, meg a maradj otthon, kusba, űz, rendbe, beoltunk mindenkit, a gyereket, minden jó, ezt eljátszuk mi is, de vagy az a vagy, aki mindent megnyer, érted? És ő győztesen áll, és röhög az egészen. És ő pedig a kínai vírus onnan jött. De most az van, hogy ugye jött, és így letarolt ez a járvány, így az egész világot, és elmondom nektek, hogy a mi zseniális miniszterelnökünk az elintézte ezt az egyetemet, átbeszélte kínai kollégákkal, kiküldte a Sziától Pétert, mielőtt a Majkával találkozott volna. Fontos volt a Majkás találkozás, de azért ez még fontosabb volt, egy hangyafasznyit, és lebeszélték, hogyha megcsináljuk ezt az egyetemet, akkor utána, ami érkezik majd a negyedik hullám Kína felől, tehát eddig úgy volt, hogy így jött a vírus, és így beterített az egész földbolygót, és így mindenkin átment. És akkor ázsiai azokat nem annyira csesztesek be, de azért oda is ment, meg ott is, meg volt, de így Európát teljesen lehasaltatta, Amerikát is érted, ahol már egy lütyő lett az elnök, értitek, Amerikában egy lütyő az elnök, egy lütyő, amióta megszavazták, 80 lépcső leesett, értitek, ez az amerikai elnök. Ja. Nagyon jó. Nézzétek meg az európai vezetőket. Hát, nincs nagy... Én a múltkor néztem az Orbánt. Esküszöm. Tudját, tehát sajnálom, és leszorom, hogy azt mondják, hogy szopás, de magasan messze a legkomolyabb csávó az összes európai vezető között. Nézzétek meg az európai elnököket, nézzétek meg, hogy hogy beszélnek, nézzétek meg, hogy milyen döntéseket hoznak. Komolyan mondom, sehol semmi. Orbán beszerzett mindenhonnan injekciót, érted? Mindig van injekció, van oltás. Nem izé, itt be vagyunk oltva, nyit a terasz. Ez van. Itt a tavasz, dagad a fasz, nyit a terasz. Érted? Na most az van, hogy lebeszélték, hogy ha megépül az egyetem, meg a belgrádi vasútvonal, mert a belgrádi vasútvonalnak is kell, mert ugye a Lőrincnek esküvője lesz, és mégis kell a hozományra, meg minden, tehát hogy azt ott rendesen meg kell rendezni az egészet, az Andival, és tehát, tudjátok, lehet, hogy a fekete győr azért nem tudott egyébként rendesen nyilatkozni a partizánba, mert féltékeny az Andira, mert hogy az is, ő is Andi valamilyen módon, például angolul mindketten Endik lennének, érted? Andi, ő is Andi, meg ő is. Fekete győr Endi. Tehát, hogy akkor ő is Endi, és inkább ő lehet a mézárosnak a szendíje. Csak zikolódom. Na, de vissza a farbára. Tehát, hogy megbeszélték, hogy most úgy lesz a negyedik hullám, az ötödik, hogy a kínaiak ugye így fogják, megint jön a Wuhan, így rá, ráfújják a világra a vírust, jön a tripla mutáns, meg a négyszeres mutáns, a izé mutáns, az ellenállhatatlan mutáns, meg a milyenek jönnek még, és akkor úgy lesz, hogy így jön a mutáns, és így mondja a kínai, így mondják, figyeljetek, Magyarországnál egyetem van, és akkor így jön a mutáns, a vírus, mert ez már nagyon okos, tudjátok, ez, ez már a legelső verziója is már, ugye, bizonyos helyekre nem ment, Korosztályt kiválogatta, hogy mikor hány éveseket fertőz, akkor délután nem támad, ilyen helyen nem támad, ott támad. Tehát ez, egy, ez nem egy hülye vírus, ez, ez szintén kínai fejlesztés, ez nem egy ilyen ostoba influenza, aki arra megy, vagy mint egy écs, hogy ez ahova ki bedugja, elkapja ne. Ez testvérem, ez egy fejlődőképes, okos. A vírus, ez úgy megy, ahogy mondják neki. És a kínaiak most mondják, megbeszéltük a Viktorral, hogy ő lesz Európában a helyzet nyertese, és a negyedik hullám, Magyarországot ki fogja kerülni. És így jön majd a, ez a vírus, ugye megy át, az oroszokhoz beküldik, mert ott van egy kis versenyzés, és akkor jön Ukrajnán keresztül minden, így jön a vírus, és elér a magyar határhoz, és mintha egy jönne, és akkor hogy. Ketté válik, érted? Mint egy óló, és Magyarországot így kihagyja, elmegy a Kárpát-medencék körülveszi, és utána megy tovább nyugatra. És ezt a Viktor hozta össze, mert a Viktor azzal, hogy megengedte, hogy egyetemet építsenek, Magyarországnak a pénzén két legyet ütött egy csapásra, mert meg fog épülni az egyetem, minőségi oktatás lesz, megtanulunk szépen kínaiul, még oroszul is meg kéne, és így, amellett, hogy szuper kapcsolatokat fogunk építeni a világban, és a nyertesekkel együtt fogunk tudni üzletelni, nem kell kicsicskulni, nem kell kommunizmussal se foglalkozni, ez császárság, és egyébként meg mindenki üzletel velük. Tehát itt erre hivatkozni, hogy kommunisták, meg jaj, a Viktor elődözt a kommunistákat, soha senkit nem érdekel. Gyurcsány fogadhatta Putyint. Persze, hogy fogadta. De ezért mondom, ezeket ne arapjátok. Itt megy az üzlet, megy a kavarás, itt nem érdekes, hogy kinek milyen az államformája. Hát a másik világháborúba, a Hitlerrel szembe, összeálltak a Stálinnal de előtte meg a Hitlert vadították a Stálin ellen. Ugyanazok, akik utána összefogtak a Stálin -a, a Hitler ellen. Tehát nincs jelentőségét, mindig az aktuális üzlet megy, meg a helyzet, hogy kinek mivel jobb. És ebbe jóba kell lenni, a kinek mert hozzák az egyetemet, lesz oktatás minőségileg, utána idehoznak még üzleteket, és a negyedik hullám pedig kikerül minket, és még mindenki majd fetreng a vírusba, mi nálunk meg jön vissza az élet, lesz terasz, mozi, színház, utazás, minden lófasz, és ezerre fog dübörögni a gazdaság, és mi leszünk Kelet-Európa, Svájca, és akkor már nyugodtan nem is kell megvárni, hogy ez az unió széthújon, mert ha így csinálja tovább ilyen bének, szóval, ha csak nem az Orbánt megválasztják királynak. Orbának kéne lenni az unió főtitkárának, esküszöm és Frankot mondom, az jó nyomná. Csinálna még 7-8 kínai egyetemet mindenhova, és akkor lenne fasza. De ezek a, lúze, ezek a érted? Ezek ez a ilyen, az a baj, hogy ezek ilyen baszok is, meg nem is, de ez a legnagyobb király. Tehát megoldotta, a negyedik hullám ki fog minket kerülni, és ezért készült az egyetem. Na most én elmondom, tehát ezt jobb, ha tudjátok. Úgyhogy hálát adhatok. A doktor miniszterelnök úrnak, az egész Európai Unióban a legzoralabb miniszterelnöknek, a legnagyobb stratégának, mert nem elég, hogy megmutatta, hogy kicsi a bors, de erős, mert az be tudja szerezni az oltást. Nem bénázik, nem bénázik, és az egyetemet is tud építeni. Érted? Na mert, ugye aztán hallgattam, esküszöm perverz vagyok, hallgatom a klubrádiót, Bolgár Gyuri bácsit a megbeszélt műsorába és tegnap beszélgetett, és még ennek a kapcsán ugye merült föl, hogy valami nővel beszélgetett, aki valami újságban, én nem tudom melyikben, írt egy cikket, hogy most az Orbánék csinálják az újranyítást, és hogy hú, ez micsoda felelőtlenség, és be kéne zárni mindenkit, és mindent be kéne zárni, és hát ehhez nagyon helyeselnek, hogy most ez a nyitás, ez a halál, és hogy fú, az teljes kiakadás, és hogy nyitnak. Tehát értitek, a demokratikus ellenzék azért harcol, meg ezek a véleménymanok, hogy miért nyit. Eszem megáll, érted? És, mondják, hogy nyitni, és azt kéne csinálni, hogy minden uniós pénzt szét kéne osztani az emberek között. Tehát elmondom, mit akart a nő, hogy mindenkit bezárjanak, és adjanak nektek pénzt, és otthon üljetek, és a pénzen vegyetek enni, és puffadjatok föl, dunduskák legyetek, és otthon üljetek még 600 évig a lakásba. Tehát lehetne olyan rendszer, az tényleg a kommunizmus lenne, ahol mindenkinek pénzt adnának születési alanyi jogon. És nem kéne semmit csinálni, csak a lakásba ülni. Erről már csináltam egyszer egy videót, de ebbe a berendezkedésbe, ahogy a világban van rendezkedve, még a diktatúrák is nem lehet megcsinálni. Tehát ezt nem lehet megcsinálni, mert tétlenné teszed az embert. Tehát benne van, hogy jön egy ilyen vírus, vagy bármilyen katasztrófa, vagy háború, stb. De nem lehet elhúzni. Tehát ilyen száz éves háborúkba, meg ezer éves vírusokba megnyekken a világ. Tehát az embernek azért van lába, hogy járjon rajta. Azért van keze, hogy fogjon vele, azért van szája, hogy beszéljen rajta, egyen vele, nyaljon puncit, meg vegye a szájába a kukikát. Azért van a füle, hogy halljon vele, azért vannak a szervei, hogy használja őket. És azért van az ajtó, hogy kimenjen rajta. És azért van a tevékenység, hogy tevékenykedjen, hogy a szervei használatával az a kis univerzum, amit ő maga jelképez, működjön. Mert ha működik, életbe marad. És ami megáll, az meg meghal. Ugyanúgy, mint a gazdaság. Tehát nem csak az ember, az aki, tehát nem csak a gazdaság hal meg, hanem az ember is meghal. Az a lényeg, értitek, hogyha megáll. Tehát azt nem lehet, azt meg lehet csinálni. Azért mondtam, hogy a kínaiak, azok jól csináltak. Egy hónapra le lehet mindent zárni. Akkor még el lehet játszani ezt a nagy karantént, és senki nem megy se, ez, amit ezek szeretnének, Bezárunk mindent, és ülünk otthon, és kapjuk az uniós pénzt, és akkor majd abból élünk, és mindenkit támogatnak. Ezt nem lehet, sajnos. Ez nagyon szomorú, szarú hangzik, de egy olyan világban, egy szabad világban, meg idézőjelbe vett demokráciában, amiben egyébként élünk minden, ezt nem lehet megcsinálni. Tehát sajnos, mint ahogy az se lehet, hogy a vállalkozóknak mindenkinek kárpótolnak, mindent is kifizetnek. Tudom, hogy szar hallani, de az az igazság, hogy nem lehet ezt megcsinálni. Mert ha mindenkinek odaadnak minden pénzt, és itt most nem ez a lényeg, hogy a stadiont építik meg, minden, mert ez a stadion se olyan egyszerű, hogy minden korszakban építettek hülyeséget. Rómában is építettek stadiont, úgy hívják, hogy Kolosseum, érted? Akkor ugyanaz a hülyeség volt kenyeret és vért dobtak a népnek. Érted? Cirkuszt. Cirkuszt és kenyeret a népnek, és oda mentek a Kolosszamba, miért most csodálni játok Rómába, és ott lemészároltak embereket azért, hogy a sok paraszt azon élvezzen, hogy a vér a homokon. Az mennyivel volt jobb stadion, mint a felcsúti stadion, vagy a Grupa Arena? Meg egyébként a piramisokra ki a faszomnak volt szüksége a fáraon kívül, aki attól élvezett, hogy ő építette egy piramist, és beletemették. Tehát értitek, mindig volt ilyen, de ez tevékenységet adott az embernek, tehát aktuális egy építkezés alkalmazza az embereket, akkor azt fenn kell tartani, és mikor eljön az ideje, akkor vagy le kell bontani, vagy le kell rombolni. Ez a körforgás, de az, hogy tétlenné teszik az embereket, azt nem lehet meg hogy otthon ülnek, elcsökevényesedik a szerve, előbb-utóbb a homloklebenye, meg a szürke állománya kifogy, érted, és egy lakásba ülő ilyen izé lesz, és a másik az, tehát hogyha odaadják ezekre a pénzt, hogy mindenki otthon egyen, meg be legyen zárva, mi lesz, mikor vége lesz a vírusnak? Mert egyszer vége lesz, tehát ez a természete, akkor is vége lenne, ha nem lenne vakcina, meg ha nem oltanának be mindenkit, akkor is lemenne előbb-utóbb, és vége lenne. Ha bedőlne az egészségügy, akkor is vége lenne, mindenféleképpen. Tehát akkor egyébként mi lenne utána ebben a világban? Mi lesz szerintetek, mi lesz ott, ahol minden pénzt odaadtak ilyenekre? Kibaszott nagy csőd. Tehát itt, amit tehet egy kormány, aki gyanázik, hogy minél előbb, beindítja a verklit. És ezért van a kínai egyetem, nagyon okosan fölépítve, hogy a negyedik hullám kikerülje az országot, mert akkor mehet a verkli. És az fáj egyébként, hogy tudom sokaknak, hogy az étermet nem kárpótolják, meg a zenésznek nincs koncert, meg minden, de gyerekek, a szabad világ, meg a szabadság, meg a demokrácia, meg a kapitalizmus, az ezzel jár hogy vannak benne Viszmajor esetek, például ilyen ez, amikor jön egy ilyen vírus, mindegy, hogy most mennyire valóságos, meg jogos ez a lezárás, mint ez az egész hülye Európa lejátszott itt magának, vagy mennyire nem, de megtörténik a Viszmajor, és olyankor sajnos, mit szóltak volna azok az emberek, mit szóltak, amikor a pengő volt Magyarországon, és egyik pillanatra másikra, Billiárdpengők voltak, meg milliárd milliárdpengők. Mindenki biliárdos volt, meg milliárdos, és egy gyufát nem tudtak rajta venni. Ez ilyen a kikárpótotta azokat. Meg a világgazdasági válságnál, húszas években, meg a milliárdosok ugráltak a toronyból. Ez benne van. Tehát vállalkozol, zenész vagy, sajnos jöhet olyan idő, hogy nem lesz koncert. Kimehetsz a divatból is, meg jöhet a vírus is. Építettél, nyitottál éttermet, gósduba, halmoztat föl nagy rakás lét, sajnos eljön a helyzet, és az te vállalkozol. Vállalod, hogy az életben vállalkozol, és ha beáll a vállalkozás, akkor vagy váltani kell tudni, vagy meg kell várni, még újraindul, de nem tudnak kárpótolni, csak rövid távon tud az állam kárpótolni. Mert nem arra van a pénz, hogy ezt odaadják erre. És mindegy, hogy stadiont építenek rajta, vagy kínai egyetemet, az nem az a pénz, amit erre oda tudnak adni, és ezt sehol a világon nem adják oda erre. Hiába hazudnak itt bármit én újságban, mert nem lehet. Mert a forgást kell föntartani olyan módon, hogy működtetik magát a rendszert. És attól, hogy egy nem létező szektorba, mert tulajdonképpen bizonyos szektorok megszűntek, beletolják a pénzt, hogy egy vagy két vagy három hónappal tovább húzzák egy bizonyos szektorba levő emberek, attól nem lesz a szektor megmentve. Tehát amit mondjuk hiányolok, hogy átképzésbe lehetett volna pénzt tenni, hogy azok a szektorok, amik tulajdonképpen buktak, átképzésbe részesüljenek, vált, tudjanak váltani olyan pályára, ami adott esetben most működőképes. Ez. Ebben lehetett volna pénzt rökni, de az, hogy adjanak pénzt, és üljünk otthon, nem akarok otthon ülni. És örülök, és nyissanak minni előbb. Mindent vissza ki, nyissák meg az életet. Tehát, mert a zenébe is jó a szünet, értitek? Tehát van szünet, szünetre szükség van, érthető. De hogyha túl hosszú a szünet, akkor vége a számnak. Tehát akkor vége a dalnak. Nem lehet a szünetet örökké tartani. És az az igazság, hogy bazeg, szóval ez a muzsika, ami most szól, már nagyon hosszú, és régóta megy. Tehát, hogy ezt sajnos véget kevetni, és lehet, hogy lesz még, tudom, virológusok nagyon várják ez a trip, Ennyit vírus még nem mutálódott, mint ez. Tehát ennyit még nem, ennyi csomót még nem kötöttek rá semmire, mint erre. Esküszöm. Tehát, hogy most már sajnos el fognak fáradni az emberek, és lehet, hogy lesz még x hullám, de egyre kevésbé nem, érdekli. Nincs tapasztalása az emberek többségének. Ezzel kapcsolatban meg a 90 on átmegy nyom nélkül. És ezért jól érzik ezek, hogy nyitni kell nyitni kék, nyitni kék, itt van tavasz, tehát ez van, ezt el kell fogadni. Ja, és a másik, most teljesen megvadult a klubrádió, azért imádom hallgatni őket, ajánlom nektek, aki be van pervers hallam, hogy az hallgass őket, ja, és nagyon, ebbe az is diktatúra, tehát, hogy Magyarországon diktatúra van, ez, any, ezt nem hiszem el, tehát ez a másik ilyen igazi baromság, hogy diktatúra van. Ilyet miért kell mondani? Szintén. Tehát a klubrádió, a, ugye ma mondtam, hogy a kövérség mellett szóló legnagyobb magyar érv az, hogy a rossz minőségű kaja miatt híznak el az emberek. A nagy szegénység miatt csak rossz minőségű kaját tudnak enni. És azért híznak el. Jézus már. Tehát Bangladesbe, Etiópiába, meg Jemenbe, meg ilyen szuperhelyeken, ott azért a nátszálkarcsok az emberek, mert csupa ilyen gourmé, meg gurman él, akik csak a legjobb minőségű kaját teszik. Azért, olyan vékonyak. Tehát, hogy eleve a mai világban a kaja, minőség, gyerekek, az, tehát nem tudsz jobb. Tehát amire azt mondod, hogy jó minőségű kaja, meg drágább, az annyi vagy másmilyen csomagolásban van, mint a rossz minőségű kaja. Nagyjából. Tehát itt egész egyszerű, ami túl, az sok. És az együtt az túl sok. És mikor túl sok, akkor bizonyos helyzetben, állapotban gazdag vagy. De vissza a diktatúrához, tehát a klubrádió, akinek a hallgatói az elnyomásba, a diktatúrába, az őrült, nem is diktatúra, viktatúrába, bazeng. Mennyit gyűjtöttek utoljára a rádiónak? Elmondom nektek, 130 millió forintot adtak össze a működésükre. Még egyszer mondom, 130 millió forintot. Nem sajnálom tőlük, de ez látszik, értitek, hogy, az emberek mennyi pénzt képesek kiadni azért, hogy azt hallgassák, hogy akit ők nem szeretnek, azt anyázzák. És ezért képesek a diktatúrába 130 milliót. És ha hallgatnátok, tehát hogy én értem, hogy diktatúra, de. És mindig szokták mondani, hogy már nem olyan a diktatúra, mint volt, mert most már lehet mondani. Tehát, hogy a, na a diktatúra az a Kim Jong-un az diktatúra. Na, az egy kemény császárság, tehát ott, ott nincs acacáré, ott nem ugatsz. Még a Putyinnál is lehet ugatni, éjségsztrájkolni, meg Facebookozni, meg Instagramozni a börtönből ennek a navalnénak, de én akkor, na az diktatúra. Ez, ami itt van, gyerekek, hogy mindenki azt mond, csinál, amit akar, lesik a kedvét, még erre az oltásra is úgy próbálnak, ki, mint a hímes hámos tojással manipulálni, persze megvan az oka, mert hogy felelősséget nem akarnak érte meg tudják egyébként, ha kötelezővé teszik, belázadnak a magyarok, és még azt is hímes hámosan, a magyarokat nem lehet erőszakkal beoltani. Tehát figyelnek mindenre, hogy jaj, csak a kedvük, tehát mindenki azt mond, amit akar, minden fórumon szíthat, kritizálhat, basztathat mindenki, mindenkit. Mindenki olyan vállalkozásba kezd, amit akar. Tulajdonképpen szabadon jöhet menet, ahova szeretne. Tehát, ha még valahol emberi jogokat most korlátoznak keményebben, nyugat-európába. Esküszöm. Tehát ott még kezdik elvenni a jókat, ennek az LMBTQ meg PC lobbynak a nevébe, meg arra hivatkozva kezdik elnyomni a népeket, de Magyarország diktatúra. Milyen diktatúra? Ilyet miért kell mondani? Tehát a diktatúrában eleve nem lehet elmondani, hogy diktatúra van. Tehát ezek, hát ezért mondom, hogy ezek ilyen, ilyen visszafele dolgok, mert egy diktatúrában nincs olyan, hogy bemegy az ellenzéki politikus, fölveszi a több milliós fizetést a képviselőségért, a költségtérítést, beül a bizottságba replikázni a kormánypárti ellenfeleivel, tulajdonképpen eljátszani ezt az egész szerepét, meg krumplit szolgálni föl a miniszterelnöknek, meg anyázni, meg rablózni, meg tolvajozni, tehát egy diktatúrában az orbánt az Orbán nem lehet le tolvajozni. Meg nem lehet fenyegetni olyanok, hogy majd nem szállhat fel a repülő, meg berángatunk titeket ide-oda, meg a moda. Tehát ilyet, ilyen nincs egy diktatúrában, gyerekek. A diktatúrába az ilyen embereket a hajuknál fogva elviszi a titkos rendőrség, és kitépik a kezüket, lábukat, és beleszúrják a hátukba, egy diktatúrába. Még egy komolyan felfogott demokráciába is, mint Amerika, a 40-es években, a Hollywoodban, akiket kommunista gyanúsnak tartottak, azokat kirúgták az állásukból, meg bebörtönözték. Értitek? Tehát kicsit tisztába kéne lenni az, hogy mi az, hogy diktatúra. Itt nincs diktatúra. Itt egy sekélyes önmaga unalmába, szarkeverésébe, intrikájába, meg az ilyen... Azt jól mondják a puzsérék, ilyen betörzséjesedett állapotában lévő társadalom osztja egymásnak az észt, amit tök nyugodtan csinálhat, és ez semmi köze a diktatúrához. És egyébként, akinek ennyi ideje van nyavajogni, meg hőbörögni, meg mondani, hogy szegénység van, meg ez van, meg az a, annak nagyon jó dolga van, bazeng, mert ahol szegénység van, mint Jemenbe, meg Bangladesbe, meg Indiába, meg egy csomó más helyen, ott ilyenre nincs idő. Nézzétek meg a Fehér Tigris. Nagyon nagy meleg szeretete ajánlom mindenkinek, hogy nézzétek meg a Fehér Tigris című filmet. Zseniális. Az elmondja, hogy egy országban, ahol szegénység van, meg baj van, milyen az élet. A hőn Imádott nyugatról, meg ajánlom azt a sorozatot a Richard Gere-nek a főszereplésével, az apa, anya és fiú. Na, azt is nézzétek meg, hogy milyen a politika a nagyon imádott, überkorakt nyugati demokráciába. Tényleg, apa, anya, fiú, azt hiszem ez a címe, a másik meg a fehér tigris. Tényleg, nézzétek meg. És akkor majd kicsit lesz egy tágabb fogalmatok arra, hogy itt van egy diktató, hogy ezt nem szabad mondani, hogy egy diktatúra, de egyébként az emberiség, meg itt mindenki Nyugat-Európában folyamatosan bizonyítja, hogy kömen alkalmatlan a demokráciába való élésre. Tehát tényleg nem való az embereknek a demokrácia. Szerintem sokkal jobb egy császárság, meg egy rendes diktatúra, de olyan, mint a Kim Jong-un. Tehát ez nem jó ez a kádárszerű, amiben mi éltünk, mert ez ilyen szürke, meg uncsi, és ez így belefullad ebbe az unalomba. Tehát igazából a véres diktatúra a jó, mert az az izgalmas. Mert ott az ellen tényleg kell harcolni, meg lázadni, meg tüntetni, meg áldozatául esni. Tehát a véres diktatúra az kéne összehozni, de azt nem akarja nektek összehozni az Orbán Viktor azért se. Tehát ő egyébként azt akarja, hogy itt szabadon jól éljetek, és dolgozzatok a multiba, keressetek, mint az állat, és hagyjátok őt újítani, meg csinálni a fundamentumát, amit itt az Európai Unión belül képzelt el magának, hogy ő lesz itt a legnagyobb politikus. Ő nem akar diktatúrát. De én például, ha én lennék, én létrehoznám nektek, esküszöm. Tehát én, ha én lennék a diktátor, én egyből kiirtatnám az összes politikai ellenfelemet. Kegyetlenül mindenkit elvitetnék, börtönbe vetnék, tömlöcbe, az a minimum. Olyan halálos ítéletek lennének, olyan sorozat tömeggyilkosságok, hogy öröm, fröcsögne a vér. Olyan izgalmas lenne, na, én alattam lenne szórakoztató film. Aki ellent mond, ausz, mindenki. Az diktatúra lenne. Alattam jogosan mondanátok, de nem mondhatnátok ki. Mert fejlevágás lenne mindenkinek a jutalma, aki a diktatúrát a szájára venni. Csak úgy hívhatnának, hogy nagyságos, magasztos. Pityinger úr. Mr. Pityinger. Az eredet. Tehát a nagyságos, magasztos vezető. Az lenne a nevem és egy szamuráj zen buddhista államot működtetnék, ahol az embereket megtanítanám arra tulajdonképpen, hogy az elvesztést, az elengedést gyakorolni kell, mert bármikor elvehet az élet bármit. az a diktatúra. Ez nem, és értitek? És ezek mondják. És ülnek, és fröcsögnek a klubrádióban, meg a hülye műsorokban, hogy itt diktatúra van. És, tehát ez mondom, hogy ez mind olyan kontraproduktív vaker, ami ezt az ellenzéki közeget, ezt elszórakoztatja, meg ezen elélveznek egymás között, de egész egyszerűen ez nem igaz. Tehát van itt monopólium, van itt kártelezés, van itt összejátszás, van itt üzletelés, ugyanúgy egyébként, hát figyeljetek, a Dallas című sorozatban megnézitek a Jockey akkor most igazából az mennyivel tisztább játék, ami ott folyik, mint amit Magyarország. Ez bármi, tehát így működik ez, az, ez, az, ez, a berendezkedés, ami be mi élünk, amit szeretünk, és az a baj, például itt nézem, hogy diktatúra, diktatúra, de amit a szabadsággal, hogy vállalkozhatsz, érted? Meg csinálod a dolgodat, meg működteted a dolgokat, az életet, próbálkozol, vesztesz, győzöl, érted, stb. Megy a sztori. Azt senki nem akarja vállalni. Tehát a kockázat nem kell. Ha jön a viszmajor, a felelősség, vagy hogy buksz, az nem tetszik. Tehát olyan, mintha valaki leülne a pókerezni az asztalhoz, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor pókerezünk. És amikor nem olyan lap jön neki, amit ő szeret, akkor mindig megsértődne és kérne helyette újat. Egészen addig, amíg olyat nem dobnak neki, ami neki tetszik. És hogyha olyan lap jön, amivel tetszik, akkor játszok. Na most igazságos az élet. Hát ilyen nem lesz. Szóval, és az, amilyen irányba ez a demokrácia megy egyébként, az tényleg a nagy testvér, az tényleg az orvel. Tehát ez a, ez a legaljasabb, amit ez a nyugati világ csinál, mert a Kína az tiszta játék, császárság. Császárság van királyság, Putyinnál is. Birodalom. És akkor a birodalmon belül megkapják az emberek a birodalom élményét, egyébként azért tartják fönn, mert ők azt kamázzák, és birodalmi életet élnek, érted? De itt Európában meg azt mondják, hogy demokrácia, meg jogállam, meg Hú, itt aztán azt mondasz, amit akarsz és közben semmit nem lehet, és mindent elvesznek. Óriási, imádom, és mi magyarok, meg a legnagyobb zsenik vagyunk ebbe, tehát a, mi a diktatúra. Most ez, ez lett a címszó, üvöltik, hogy diktatúra. Milyen diktatúra? És itt aztán, na ha valami nincs, az az. Nagyon jól irányított, manipulált, szuper módszerekkel vezetett és irányított kormányzás folyik, ami totálisan elgyengíti az összes ellenfelét, összezavarja a szemben álló feleket, de nem veszi el tőlük a győzelem lehetőségét. Nem fosztja meg őket attól, hogy megfelelő alternatívát nyújtva legyőzzék a jelenlegi kormányt. Nincs ilyen. Ja, az, hogy nem engedi érvényesülni a médiájukat, Hát arra is ők tanították meg. Tehát igazából egy időben azt mondta, hogy Piti az Orbán, hogy nem engedi a klubrádiót sávhoz jutni. Ebből látszik, hogy például ebbe kicsit le vannak maradva, hogy ezt az analóg sugárzás, meg a tévé, meg a rádió, hogy még mindig ott képzelik el. Mert ugye mutatja például, hogy a klubrádió, vagy magyar hang, karmának hála meg tud élni a szabad piacon. Én mindig ezt mondtam, be kell vállalni a szabad piacot. De, hogy ő nem engedi, hogy úgy legyen sávjuk, vagy akadályozza őket ebbe, amit nekik meg tudni kéne ez ugyan, mint az ellenzéki polgármester. Ha te ellenzéki polgármesterként nyersz, akkor föl kell készülni, hogy akadályozni fog a kormány abban, hogy végezd a dolgodat. Tehát akkor vállalod el, hogyha van terved arra is, hogy nehezített pályán, rossz körülmények között is győztesként tudják kikerülni. Ugyanez a klubrádió, ugyanez az összes ilyen jellegű média. Tehát ha tudod, hogy baszogatni fognak, akkor az összes olyan pontot, meg kell csinálni, teljesíteni, úgy kell játszani a játékot, hogy ne tudják veled kicseszni. De ki akarnak cseszni, és azért cseszik ki velük egyébként, mert most tehát a saját észjárásában ő pontosan tudja, hogy mikor neki megengedték, hogy csinálja a hírtévét, meg a lánchídrádiót, meg ezeket, még annó, hogy ő milyen média birodalmat épített föl magának belőle. Na most ezzel átfordította ugye a közhangulatot. Tehát most is van rengeteg pici, kisebb médiája egyébként, mint az ellenzéki médiák, amik sokkal népszerűbbek, mint az ő médiái, de számba többes. Tehát persze, hogy nem engedi meg nekik, hogy megerősödjenek így. Tehát amit tudni kéne az ellenzéki médiának, hogy abban a pályán, azon a pályán kéne megverniük a kormányt, médiát, vagy a kormány oldalt, vagy azokat a feltételeket kéne kiátszani, vagy úgy teljesíteni, hogy ne lehessen velük kicseszni. Plusz kiakadályozza őket abba, hogy összetegyék ezek a pénzüket, és létrehozzanak egy olyan média birodalmat, amilyet azok összehoztak. De nem kell már a tévé meg az analóg miatt izgulni, mert őszintén szólva, ez már mindenhol a világon nem itt tart. Tehát mindenki ezt a Facebookot nézi, az Instagramot nézi, a TikTokot nézi, a YouTube-ot nézi, kutyát nem érdekel ez a egész TV meg rádió téma. Mert ezek is vígan megvannak. Mióta be vannak, azóta üvöltek, hogy diktatúra. De egy diktatúrába lehetne. Tehát a bolgár Gyuri bácsi még emlékszik a diktatúrára, mert még a diktatúrában is volt ő rádióműsorvezető is meg azt hiszem Amerikában is közvetítő, tehát tudja nagyjából, hogy hogy működött a diktatúra, és hogy mit lehetett mondani, meg mit nem. És ezért mondom, ezek mindig ezeket a kontraproduktív hülyeségeket beszélik, kémek, zárjunk be, meg diktatúra. Tehát így az a baj, hogy így a diktátor fog, a viktátor fog úgy tűnni, mintha ő lenne a szabadságharcos, aki azért küzd, hogy az emberek szabadon járhassanak, kellhessenek az utcán, végezhessék a munkájukat, utazhassanak, ehessenek, itthassanak, és mulassanak. Tehát így nehéz lesz választást nyerni, és arról nem is beszélek, hogy ezek a nyilatkozatok, meg most van online szavazás, nincs, így indulnak, úgy indulnak, tehát már megint kezdődik, ugyanaz, ugyanaz. Ez, kevés. Ez lehet, hogy a mit a pesti úri közönségnek tetszik, meg ők így richtig érted, azért de aki lát a pályán, az azt fogja, hogy é, erre nem szavazok. Na, ez volt a közéleti blokk, és akkor a továbbiabban már darma tanításokat fogok adni, mert van egy-két jó témám például egy a Covid kapcsán is, hogy a betegség, mint nagyon jó dharma tanító. Remélem, jól szórakoztatok. Az első számú célom az az volt, hogy mulassatok, nevessetek, mert nem kell ezt a játékot olyan komolyan venni, ígyéteket. Tehát az a lényeg, hogy például jelen viszonyrendszerben én, nekem, ti, mint nézők kelletek ahhoz, hogy nézz, zetek engem. Tehát én nézők nélkül ebben a műsorban nem tudom meghatározni magam. De ti pedig nézni való nélkül nem tudjátok meghatározni magatokat. Tehát a politika is olyan, hogy igazából az egy és ugyanaz. De nem csak az, hogy ugyanaz a rossz, hanem a benne lévő figurák egymás nélkül nem tudnak játszani. Háborúzni is csak úgy lehet, hogy kell hozzá egy ellenség, hogy legyen kivel háborúzni. Különben nem lesz háború. Tehát, hogyha valamelyik azt mondja, hogy én nem vagyok ellenség, akkor nem lesz háború. Tehát ez egy ilyen társas játék. Ezt mindig mondom. Nem szabad túl komolyan menni. Ezek szórakoztató ipari részét kell nézni, és nem kell azt se hinni, hogy az életetekre megy ki a játék, mert az életetek rajtatok múlik, hogy ti mennyibe vagytok hajlandóak változni, mennyire vagytok flexibilisek, flexibilisek, és alakultok a helyzetet, mert a mai világnak az a tanítása, hogy már nincs az, hogy egy kiragadt állapot megmarad, hanem mindig váltani kell, és a halálig, tehát például most nem engedheted meg azt magadnak, hogy úgy öregszel meg, hogy elhűlsz, meg demens leszel. Mert akkor az, ez a világ most nem engedi meg, itt élesnek kell maradni, képezni kell magad, és ébren kell lenni, és éberen, és mindig tudni kell váltani. És tanulni, 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 mert akkor vagy képes váltani, itt ezer szakmát kell tanulni, tehát itt az ezer karú, ezer szemű, ezer fülű, ezer szájú istenségé kell válnia mindenkinek. Ezt tanítja ez a korszak. Na, ezt akartam ma nektek átadni. Köszönöm, hogy néztetek, remélem jól szórakoztatok, puszilok mindenkit, szép estét nektek, sziasztok gyerekek! Csing, csong, -csang.